Legyen szó földharcról, gyűjtő nevén grapplingről, a pályafutását egyébként profi ökölvívóként kezdő harcos, Vas Krisztián otthon van a brazil birkózás, a jiu-jitsuban, no és ezen az úton haladva természetesen az MMA-ban is, a ketrecharcban is jártas. Ebben a népszerű szakákban is szeretne bizonyítani, mint versenyző, és legügyesebb tanítványait segíteni eljuttatni a ketrecharcig. Sajnos a járvány kitörése óta a tanítványok nem látogatják az edzéseket, amit Krisztián természetesen respektál, ám ő maga ma is napi rendszerességgel edz, és akad egy-két klubtag, akik csatlakoznak hozzá. Így azért a nehéz napokon sem ürül ki teljesen a Maori Klub szexuális sport utcai főhadiszállása. Krisztián egyébként még bízik benne, hogy nem marad el a május első hetére tervezett nagy nemzetközi verseny, ahol a földharcban lenne jelenése, mint versenyzőnek. A következő május 9-én, hogyha nem marad el most ugye ez a járványhelyzet miatt az ADCC, az egy nagyon komoly lesz, de ugye ott az csak földharc. Aztán ugye beszéltünk a szexárdi boxgáláról, ott egy MMA mérkőzés lesz. Aztán megnézzük, hogy az címmeccs lesz-e, vagy csak egy sima mérkőzés, ugye ez is a támogatóktól függ meg, hogy tudunk embert találni. Igyekszünk mindent összehozni, úgyhogy remélem, hogy úgy fog alakulni, hogy akarjuk. Most egyelőre ugye a földharcokat helyeztem előtérbe, ezek nagyon színvonalas mérkőzések, az ADCC ugye. Lesz ugye Budapesten most az első Nagát rendezik meg, ami szintén egy komoly földharcverseny. Ezeket mindenképp szeretném behúzni. Az MMA-t meg ugye folyamatosan nyomjuk, inkább abban most külföldi meccsek felé orientálódunk. Úgy néz ki, hogy Ausztriában lesz a következő. Aztán meglátjuk, hogy sikerül felkészülni, de évi 2-3-at abból is akarok. Mint ismeretes, a szexádi küzdősport gálát éppen a járvány miatt novemberre halasztották. A legutóbbi szexádi Fighters Night-on már láthattuk MMA meccsen is Krisztiánt. Azt mondja, az elmúlt 2-3 évben igyekezett a ketrecharc több elemében is fejlődni, és szeretné, ha az első komolyabb címmeccse is a szexádi fellépés lenne. Hát remélem, hogy mindegyikbe fejlődtem, azon vagyok, igyekszek. Nagyon sokat gyakorlok, edzünk, úgyhogy remélem, hogy mindegyik jobb lesz. Ezúttal az állóharcos iskolázást láthattuk, profi boxos ütésekből és persze a küzdősportokra jellemző rugásokból. Az állóharc szükséges, de sokszor nem elégséges feltétele a sikernek, győzelemnek. A földön kell gyorsnak, ügyesnek, leleményesnek és olykor könyörtelennek lenni. Okay, innen azt fogom csinálni, itt foglak, ugye? Itt foglak, megfogom a lábadat. Vas Krisztián azt mondja, ő legalább annyira vagy még jobban edzőnek és oktatónak érzi magát, mint aktív versenyzőnek. Mostani tanítványai sikerei fontosabbak, mint hogy ő mit ér el a küzdőtéren. 4 fiatal kezdő versenyzője dobogós helyezést ért el a közelmúltban a különböző szakági bajnokságokon, amelyekre nagyon büszke. Karácsony Mirko, Karácsony Domos, Jaszenovics Igor, Körösi Kristóf, ők a 4 srác, akik versenyeznek folyamatosan, minden versenyen dobogósak. Nyernek, úgyhogy nagyon ügyesek. Igazából nem akarok senkit kiemelni, mert nem gondolom, hogy bárki is fontosabb lenne itt bárkinél, tehát nekem minden gyerek nagyon-nagyon fontos, mindegyik nagyon ügyes, de vannak nagyon nagy tehetségek, akik úgy gondolom, sőt biztos vagyok benne, hogy még hallani fogunk róluk. Amennyiben helyreáll az életrendje, a Maori Team első sikeremberei újra edzésbe állnak, és persze ott folytatják, ahol abba hagyták.